Sokrétű, színes programok jellemezték a nagyatádi cigány kisebbségi önkormányzat elmúlt évi munkáját, mondta Ignác János, az önkormányzat elnöke. Az eredményes esztendőhöz a kulturális programok mellett egyéb események is hozzájárultak. Ott van az a Hárézady Endre utcának a rendbetétele. Ugye ezt a mai napig is ott vannak az embereik, és ezt mai napig is azon szépen karbantartják, a városunkosság felügyeli. Ugye köszönhet ezt a munkahogy központnak, a város önkormányzatának. Ezt támogatták, mert igaziból olyan dolgok vannak, ami fontos. Fontos az, hogy a település hogyan néz ki, fontos, hogy a város az a része, ahol a romák laknak, az hogyan néz ki. És erre megkaptuk azt a lehetőséget, hogy bizonyítsuk be, hogy igenis akarunk dolgozni, és akarnak is a romáink dolgozni. A helyi cigány kisebbségi önkormányzat a 2010-es évben is folytatni szeretné a Hennészi városrész tisztántartását, emellett hagyományőrző rendezvényeket is terveznek majd, s új programokkal is készül a vezetőség. 2010-es évben létrehozzuk a Roma Idősekügyi Fórumát, és összehozom, illetve létrehozom, illetve már voltak erre felméréseink, illetve visszaigazolások, hogy a fiatalokit is összehozom. Nagyon fontos, hogy azokat az értékrendeket felszínre hozzuk. Kíváncsiak vagyunk, hogy mit mondanak a roma, idősebb romáink, hogyan vélekednek akár a cigány önkormányzatiságról, akár más területekre. Van egy-két négy olyan pillér, amiben lakhatás, oktatás, egészségügy, foglalkoztatás, ezben mindenképpen ki fogjuk kérni a véleményüket. Idén új közmunkaprogram indul, melynek során a térségben 200 roma juthat álláshoz az önkormányzatoknak köszönhetően. A nagyatádi kistérségben 5 hónapon keresztül 50 főnek tudnak állást biztosítani a program keretében, mely nagy támogatást jelent a sokszor évekig munkanélkül élő romáknak. Nem győzöm hangozhatni mindenhol, ahol tehetem, hogy a foglalkoztatás az lehet az egyik kiugró pont, amivel a cigányságnak mindene megváltozhat, a mentalitása, a gondolkodásmenete, mert csak ezek azok a fontos dolgok, amikről kell a jövőben is gondolkodni, közösen, természetesen, és ebben egyeztetéseket a cigány kisebbségi önkormányzat meg fogja tenni azon a munkaszervezetekkel, akikkel ezt meg kell tegye. A program a nagyatádi, a csurgói, a barcsi és a marcali kistérségben segít munkához jutni azoknak, akik hivatalosan romának vallják magukat, így biztosítva jobb életkörülményeket a hátrányos helyzetben élő családoknak.